Sziasztok, kacuk, itt Tomi Twing, ismételten a Rome Totalról, és elérkeztük a történelmi csaták a második részéhez, mégpedig a Telamóni csatához. Nézzük! Ugyebár a gallokat fogjuk irányítani két darab Julius sereg ellen, akik hát... így egy ránézésre is enyhén dulván... dulván azért kétszeres túlerőben vannak, de igazából én már ezt a csatát 3 éve lejátszottam, itt nagyjából, szóval én nagy bajom lett. Heh, kappa. Nem, amúgy... nem, komolyan, mert így 3 éve lejátszottam, de már igazából nem emlékszek rá. 225 BC, and the bloody first Punic War is at an end. Rome now expects little resistance as she uses her might and influence. Units, march! The mere sight of her armies quashes any signs of opposition. Uh-huh. Yeah. Peace, however, never seems to last. Gallic tribes and mercenaries have marched from Transalpine Gaul into Etruria through an unguarded pass in the Apennines. Ayo. To meet this invasion, the Romans have called on resources and manpower from across central and southern Italy. A powerful defensive force has been rapidly mobilized. They have outmaneuvered the Gauls, forcing these barbarians towards the Tuscan coast. Meanwhile, a second Roman army has landed at Pisae. The Gauls have no line of retreat. Aj, baszki, hátulról is jönnek. Nem már. Azok ráadásul íjászok. Ó, hogy meredjenek meg. Assailed from both sides, the Gauls must fight for their very existence as a free people. Uh-huh. Their only hope for survival is to quickly defeat the Roman forces in front of them. Hát nekem is ez volt a tervem. Amúgy. And then turn to deal with the Romans approaching from the rear. Áj, basszus, az hátulról az ott nagyon rossz. Or their defeat is certain. Ez biztos. Jó, ho, ho. Stop. Na. Úristen. Ó, te jó ég. Jaj, várj, hogy kell? Á! Aha. Várjál. Na jó, mindegy, srácok, az a baj, hogy nem gyengén el van állítva az egész kamerám, meg minden ilyesmi, szóval, hát semmi baj. Nézzük meg akkor, hogy is néz ki ez a sereg, hogyha meg tudom nagyjából mutogatni. Tehát vannak előcsatározóink, azok, hogy túl sokra nem fogok amúgy menni. Mikor vannak nekik veli? Lovas parancsnok. Ó, hó, hello. Hello. Római lovas. Vannak kutyáink, nagyon jó. Mármint. Meg ez is. Van egy egész lándzsásunk, őt nem fogjuk bevetni a csatába, nyilván. Oké, okay. Na akkor azt fogjuk csinálni, hogy ti gyertek ide ebbe a pillanatba. Így nagyjából ide. Ti meg úgy nagyjából ide. Ti mondjuk így akár mehettek a lovas parancsnokra. Ti jöztök így ide. Az a baj ezzel a kamerával, nagyon érdekes lesz most. Assailed from both sides, the Gauls must fight for their very existence as a free people. Jajaj, tehát nagyon érdekes lesz ez most ilyen kamerával ezt irányítani. De a lovas parancsnokot kell levágni ebbe a pillanatba, aztán meg vagyunk. Oké. Okay. Hát azért a római lovasokat vágjátok már le, basszus. Bármint, hogy így... halljál meg. Ez az. Oké.
Jó. Ez, menjetek, menjetek. Na, törjél meg! Azaz. Úgy is megtörtök gyerekeket, nem kell itt félni. Jó, mennyi halt meg? 30. Ez nagyon sok. Fuck. Úgy akarnám, hogy a gyalogságot nem kéne úgy olyan fúdra nagyon kifárasztani. Mármint így érted. Viszont most a miénk a előny lehetőleg. Oké. Gyertek csak ide szépen, így. Így, nem? Ja, valahogy így fog kinézni a sereg. Nem akarom őket nagyon kifárasztani. Hát itt kéne velük harcolni, ugye, mert itt ők egy ilyen... minek, hogy hívják? Kis gödörbe vannak, de ezt a szót kerestem. Rengeteg lovas van, basszus. Nyilvánvalóan azokat kérem, minél hamarabb levágjam. Csak előbb érjen be a sereg hadrendben normálisan. A lányzsásokat szerintem szintén el fogom küldeni. Meg a kutyákat is, az biztos. Hogy néz ki most az ő serege? Várjál, tehát lovas jobb szárny, bal szár közép. A gyalogosai nagyon durván le vannak maradva. Jó, hát én úgy döntöttem, hogy most támadjunk. Kicsit várunk, ugye, hogy a ebek közelebb érjenek. Így, miközben ugye megyünk a többi emberkével is. Nem várom meg én meg ezt a gödröt, mert ugye ezek addig szétlőnek minket sajna. Várja, várja, várja! Hadd menjen a gyalogság addig. Meg az ebek menjenek, az... de mondjuk az ebek hova lettek itt tulajdonképpen? Gyerünk, 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 gyerünk. The warlord of the enemy army is running like a startled goat. Ne, öljétek meg. Goats make good eating. De már basszus. De. You have killed the enemy general. Now his men show fear. Jó. Now they may turn and run. Attack! Attack! Menjetek onnan. Így valahogy. Jaj, valahogy így. Aj, hallod. Most ezt miért csináltam, nem tudom. Aj, basszus, na már. Nincs hadvezéretek, amúgy nem tűnik fel. Törjetek már meg így jobbra-balra. Gyerünk! Meg kéne törni már, gyerekek. De egy halál komolyan. Aha. Menj arra. Rohamozz velem. Áj, basszus. Hát törnek itt megfele jobbra-balra, az oké.
Csak hogy az úgy még mindig nem elég. Meg azon már régen a hátukba mettem volna. Aha. Jó, meg lesz az. Mi az Isten csináltok ott? De most egy őszintén. Mindegy, ezeknek a hátába kell belemennem, mert máshogy nem tudom megoldani, még ott vannak megint az íjászok. Hát ott eléggé kikaptak a barbárok. Na, törje már meg, tudom, hogy ilyen nagyon jó morálod van, de attól megtörhetnéd igazán. Hol van ez a lovasom? Hú, basszus, menj már onnan. Hát de... Ezekkel el akarom kapni az íjászait. De nézd meg, bazd meg, kijelölöm az íjászokat és belerohamoz a gyalogságába, hát komolyan mondom. És akkor érdeklődj azért, mint afelő, hogy miért vesztünk ennyi embert. Hát ezért. Ja, törjetek már meg. Hát annyira nem érdekel, mert most vagy sikerül, vagy nem. Ez a tipikus. Hát jó, azt én elhiszem, hogy már nagyon fáradtak. Ez az. Ez az. Jó. Valamennyire haladunk. Ja, hogy még mindig vagytok, jó. Na. Ti dobáltok, vagy mi van? Ajjajjajjajjaj, mik vannak még itt? Ijász, basszus, ennyi ijászod van még. Azt a... Na jó van. Jó, hát annyira nem érdekel, menjetek. Tehát ezt itt most mindenképpen le kell, hogy rohamozzam. 85-85, hát eléggé kiegyenlített most a dolog. Mármint amennyire kiegyenlített lehet. Jó, ezek már nem fognak tudni lőni. Minél hamarabb gyert idefelé. Ráadásul előcsatározó módba is hagyja őket, helyes. Oké, okay. Micsoda rohamot láthattunk, hát komolyan mondom. Na, a srácok, meg kell törni. Ilyen hadvezért nem akarjuk megölni. Teljesen indokolatlanul. Oké. Okay. Na, törjetek meg. Gyerünk, ez az. Még mindig vannak? De már. Jó, hogy várj, ez is olyan, mint az előző, hogy mindet meg kell ölni, jó. Mármint, hogy ameddig el nem fut az összes leg... Nem, bazd meg. Itt van, baszki, egy teljes hasztatusz. Azt a... Basszus, nem már, hogy ezen fog elmenni a dolog. Megrendült, jó. Aaaaaah! Oh! Basz... Hogy ne vette vissza egy teljes hasztatusz csapatot? De most komolyan. Istenem. Hú! Nyertünk. Great victories like this go only to the best. Hú, hát azért, ja, majdnem egy kétszeres túlerőbe voltak, de nyertünk, srácok. Király!
Ez jó volt, kicsit izgalmas volt, mint az előző. Na, skacok, ez lett volna a Telamoni csata. Remélem tetszett nektek, és remélem, hogy itt lesztek velem a következő részben is. Én Tomi voltam. Sziasztok!